Polgármester úr, harmadik alkalommal kerül megrendezésre novemberben a sportbál békésen, amelynek egyik újítása az volt, hogy a befolyt bevételt az egyesületek között különböző arányban osztják fel. Honnan az ötlet és milyen érdeklődése számít idén? A sportbál valóban harmadik alkalommal, az érdeklődés az nagy, jelentős, eddig is majdnem teltházzal ment mind a két sportbál, hiszen hál' Istennek Békésen a sportnak nagy hagyományai vannak, sokan művelik magát a sportot, és sok a szurkoló, sok a szimpatizáns, és miután az egyesületek, a különböző szakosztályok azok arányában kapnak a megmaradó támogatás, megmaradó haszonból, hogy így mondjam, támogatást, amilyen arányban a szimpatizánsok a jegyet vásárolták, érdekelté is váltak. Hiszen így is hirdetjük, hogyha például az asztali teniszezők, vagy mondjam a női kézilabdások szerveznek egy-egy asztalt, vagy több asztalt, akkor rá lehet írni arra a jegyre, vagy rá kell írni arra a jegyre, amit a szimpatizáns megvásárolt, hogy melyik szakosztályt kívánja vele támogatni. És akkor ez egy célzott támogatás. Nagyon fontosnak tartom, hogy legalább egyszer összejön a sportszerető társadalom egy kicsit könnyedebb formában, hiszen a egyes sportágon belül találkoznak, hiszen a szurkolók eljárnak, meg az egyesületi tagokról nem is beszélve, de így egyben látni, amikor a sportcsarnokban 3-400 ember szórakozik és dicséri a sportot, azért ez egy ritka esemény. Igyekszünk minden alkalomra találni olyan hírességet, aki a válnak megadja a patináját. Ebben az évben Vajda Attila, világ és olimpiai bajnok kenusunk, aki éppen egy maratoni világbajnokság után lesz, mert október végén lesz, vállalta el a fővédnökséget. Korábbi rendezvényeken nagy sikert aratott a sportrelikviák árverése. Lesz-e idén is ilyen a bálban? Lesz, úgy tudom, hogy Vajda Attila is ajánl föl valamit, vagy egy lapátot, vagy egy mezt. Ez természetes, de a szakosztályok is dolgoznak már azon, hogy egy-egy hírességtől valamilyen olyan erekét találjanak, ami annak, aki a sportágat szereti, kedves kincs. A adakozókedvű vállalkozóknak pedig lehetőséget adjon arra, hogy a sportágbeli gyűjteményüket szaporítják. Úgyhogy ez is lesz, árverés is lesz, lesz tombola is, és műsor is lesz, úgyhogy én azt hiszem, hogy aki november 5-én ellátogat a sportbárra, ide a hátam mögött lévő sportcsarnokba, ezek mindannyian jól fogjuk érezni magunkat, és hívok, várok minden sportszerető békését. Nem csak szurkolóknak lehet jönni, bárki jöhet.